kezdem kurvára unni azt, amit Orbán Viktor művel. Elnézést kell kérjek mindenkitől, de eddig bírtam tartani magamat. Innentől kezdve a keresztény, jobboldali és liberális jelzőim közül a keresztényt háttérbe helyezem, és egy vadabb oldalamat fogják megismerni. Marad a nyugodt, visszafogott hangsúly, de innentől kezdve egy vad Csed MZP-t fognak hallani. Hódmezővásárhely elsőként fog népszavazást kívni arról döntve, hogy a város továbbra is a fideszes, hazug és képmutató nemzeti együttműködés rendszerének a tagja legyen, vagy kilépjen belőle is független településként saját, az országtól különálló alkotmánnyal rendelkezzen. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarországba kiléptem a város. Szeretném ezt a pedosimogató fitkány megafonosoknak üzenni, akik a szarvágoner részei. Ha a város kilépne, azaz ódxit lenne, azonnal benyújtanánk azt a javaslatomat, miszerint semmissé tesszük Lázár János hódmezővásárhelyi születési anyakönyvi kivonatát. Lázár a következő év február 10-től, azaz 55. születésnapján nem számítana ősgyökeres hódmezővásárhelyének. Lehet venni, kuncsorogni meg, pütyeregni felsőtra Viktorkáthoz, Janikám. Ezzel együtt minden ingóságát, itteni ingatlanát elkobozzuk, és fiatal helyi kis családosok között elosztanánk. Na most aztán lehet kongcsizni, kitakarítjuk a padlás gyerekek. Hódmezővásárhely példát mutat, hogyan kell a korrupt fideszesekkel bánni. Minden Fideszhez köthető szerződést azonnali hatállyal felmondanánk. A városban tiltott jelkép lesz maga Fidesz szó, illetve bármi, ami hozzájuk köthető. Még maga a gondolat is. A város szuverenitását megvédve minden egyes a Fidesz által pénzelt szervezeteket betiltjuk, illetve a városból kiutasítjuk. Na milyen íze van a saját mostékotoknak, János? Egyelőre ennyi, a többiről később döntünk. Hódmezővásárhely példát mutat. Ki lesznek a lélektelen, gonosz, megáltalkodott, korrupt és pedosimogató szemétládák ebrudalva a városunkból?